A magyar férfi röplabda válogatott április végén Dunaújvárosban kezdte el a felkészülést, június eleje óta pedig Nyíregyházán edzőtáborozik a 15 játékos számláló keret. A csapat egy hazai és egy svédországi tornát követően Tallinnban játszott világbajnoki selejtezőket, az elmúlt hétvégén pedig Ukrajnában szerepelt az Európa Liga első tornáján. A szövetség elnöke szerint az előrelépéshez minél több meccsre van szüksége a válogatottnak. Amit kitűztünk célul, hogy 2019-ben két év múlva az Európa-bajnokságra kijutás, akkor már 24 tagú lesz az Európa-bajnokság. Ez egy nagyon ambiciózus cél, hiszen 2001-ben volt férfi válogatottunk Európa-bajnokságon, de én azt gondolom, hogy egy reális cél, ha tudjuk a feltételeket biztosítani minden területen, és itt említeném a TAO szerepét, ma lesz a parlamentben a szavazás, az egy óriási lehetőséget nyújt a szakmai háttér, az infrastruktúrális háttér erősítéséhez, ami a válogatott szerepléséhez is szükséges. A válogatott az első tornán Ukrajnában a hazaiaktól 3-1-re, Dániától 3-0-ra kapott ki, Izrael pedig 3-1-re legyőzte Juan Manuel Barrial együttese. A kapitány bízik abban, hogy hazai környezetben jobban szerepel majd a csapat. For sure we need improving. Az első és legfontosabb, hogy mentálisan fejlődjön a csapat. Röplabda tudásban nem kell fejlődni a csapatnak, azt csak ki kell húzni, mert nagyon jól tud röplabdázni a csapat, csak jelen pillanatban ezen a szinten még 40-45 percet tud. Röplabdában pedig előfordul, hogy két-két és fél órán keresztül folynak mérkőzések. A másik legfontosabb kérdése a hétvégének, hogy Németh Szabolcs sérülése miatt megtaláljuk azt a játékost, akit beteszünk a helyére, mert nagyon fontos láncem esett ki a csapatból. És ugye nagyon motiváltak a játékosok, de mindenféleképpen karakterileg kell megtalálni a játékos, nem pedig röplabda tudásban. A válogatott újonca, a kaposvári Kín Cameron azt reméli, hogy Nyíregyházán a válogatott kiharcolhatja a továbbjutást. Biztos vagyok benne, hogy azért a hazai környezet nagyon sokban fog nekünk segíteni. Ugye én nem nagyon voltam még ilyenben részem, tehát én most első évemet töltöm itt a felnőtt válogatottban, de mindenképpen úgy gondolom, hogy felemelő érzés lesz a hazai környezet előtt játszani, és bízom, hogy jól fogjuk venni az akadályokat, és tovább tudunk jutni. A magyar válogatott pénteken Dánia, szombaton Izrael, vasárnap pedig Ukrajna ellen lép pályára a Continental Arénában. Az Európa Liga másik csoportjában Albánia, Azerbajdzsán, Macedónia és Svédország szerepel. A két csoport legjobb három együttese jut a házigazda dánok mellett a sorozat fináléjába.